18 kaszás aratott a hétvégén a második alkalommal megrendezett aratónapon. Az újvárosi katolikus társaskör tagjai népviseletbe öltöztek, hogy minél hitelesebben ápolják a hagyományokat. Nagyon sokan a kóra való tekintettel részt vettek az aratási munkálatokban, nosztalgiáznak és hagyományt ápoló jelleggel jött létre ez az aratónap. Miután beálltak a párok, megkezdődhetett az aratás, az iramot mindig az első kaszás diktálja. Aratásnál mindig így kell kifele kaszálni. Azért, hogy szépen feküdjön a lekaszált termény, hogy a marokszének könnyebb legyen szedni. A kaszás után a kötélterítő leterítette a kötelet, a marokszedő szedte a markot, majd kötötték a kévét. A résztvevők között voltak fiatalok is, akiket úgy kellett megtanítani a fortélyokra. Csatlakoztak hozzánk fiatalok, azokat kellett egy kicsit megtanítani, hogy mit, hogyan kezdjünk, csináljuk, és akkor hát ment ez magától. A munkák jó hangulatban teltek, az asszonyok még dalra is fakadtak. Aranyos a madár szárja, csipkés a lányok szoknyája. Az aratás közben fogaton megérkezett a bára és felesége, hogy leellenőrizze a munkát, most is mindent rendben talált. És mindenkinek kérem szépen, ebből a buzával kérem szépen, lisztformával, mindenkinek jusson az asztalára. A munka következő fázisa a kereszt megrakása, ami 13 kévéből áll. Most mindegyik úgynak, hogy a fejeket takarja egyik a másikat, és ez, ami a tetejére rámegy, ezen folyik le. Az aratókat a Szent István házban finom ebéd várta, az asszonyok 6 kg lisztből készítették a csipetkét, és két bográcsban főtt a kakaspörkölt.